Országgyűlési képviselőtől egy általános helyzetjelentést szeretnék kérni a koronavírussal kapcsolatban. Annyira általános lesz, hogy a jelen pillanat állapotról nem is beszélnek, hiszen mire ez tévébe adásban megy, később látják, azt talán már nem is érvényesek sem a számok, sem a, a helyzet megváltozik napról napra. Én azt gondolom, hogy a televíziókból, rádiókból, írott sajtóból, de akár a Facebookról is lehet értesülni erről. Ha már a Facebooknál tartunk, azt egyébként szeretném kérni a nézőktől, hogy kritikával fogadják ezeket, hiszen tele van, nem csak Magyarországon, az egész világban tele van álhírekkel, hát más nem mondjak itt éppen egy nappal, két nappal ezelőtt tartóztatták le azt a fiatal embert, aki a Facebookon azzal riogatott mindenkit, hogy a operatív törzs azt tervezi, hogy Budapestet ö, lezárják karanténbe. Ez természetesen ö, nem volt igaz. Az operatív törzs ö, ö, reális tájékoztatást ad, azok alapján ö, Napról napra változó helyzetben eh, ahhoz alkalmazkodjanak. Ami nagyon fontos, és amiért eh, azt gondolom, hogy fontos eh, ma is beszélnünk, meg a hosszabb eh, távon is. Az iskolák eh, hétfőtől eh, távoktatásra álltak át. Én eh, nagyon szeretném kérni a tanulókat, akik ebben a távoktatásban vesznek részt, hogy ezt ne úgy tekintsék, mint valami meghosszabbított szünetet. Komoly tanulásról van szó, és őnek is komoly tanulásra van szükségük. Az, hogy ez a helyzet mennyi ideig fog fennállni, azt ma még nagyon nehéz megmondani. Nagy valószínűséggel ez nem egy-két hét, de talán még csak nem is egy-két hónap lesz, hanem ennél akár hosszabb is lehet. Senki ne gondolja úgy, hogy két hét múlva most kiderül két hét szabadságot, aztán utána minden folytatódik úgy, ahogy eddig nem. Megváltozik az életünk megváltozik az életünk addig, amíg velünk van a járvány, és megváltozik utána is, hiszen komoly romok maradhatnak ezután a gazdaságot újra kell indítani. És én azt kértem egyébként a döntéshozóktól az elmúlt napokban itt a választókerületben is, hogy az ilyen gazdasági jellegű problémákat, jelzéseket folyamatosan küldjék el nekem, hogy ezeket be tudjuk csatornázni ahhoz az akciócsoporthoz, ami éppen két-három nappal ezelőtt alakult meg, amelynek az a feladata, hogy a pandémia után hogy lehet újraindítani a gazdaságot. A... Esetleg az bizakodást adhatok ott, hogy Kínában egyre kevesebb ö, új fertőzöttet diagnosztizálnak az új értesülések szerint? Ez valóban bizakodásra adhatok ott. Azért ne felejtsük el, hogy Kínában novemberben kezdődött alapvetően. Tehát novemberben volt az első beteg, még akkor is a világ nem tudott róla, ma már lehet tudni, hogy akkor volt. Tehát azért november, december, január, február, március, most már lassan öt hónap telt el, és valóban úgy tűnik, hogy a csúcspontján túl van ez a járvány Kínában, de ez együtt járt azzal, hogy sok százezer ember azért fertőzést kapott, és sok százezer ember az, akiről tudják, és meg is betegedett, de milliós nagyságrendű nagy valószínűséggel az, akin ez az egész átment tünetmentesen ami ahhoz a bizonyos nyáj immunitáshoz vezet, ahogy ezt ilyen csúnya szakszóval nevezik, amikor ha a társadalomnak egy bizonyos százalékát eléri ez a fertőzés, akkor immunissá válnak rá, és hogyha ez a szám elég nagy, akkor maga a fertőzés is megszűnik. Ezt egyébként a sima influenzáknál szoktuk így megélni, azért lényegesen kevésbé veszélyes. Tehát ennek következtében mondom én azt, hogy hónapokra kell számolni. Én tudom, hogy sokan úgy gondolják, hogy egy-két hét, de sajnos a hónapok az egész biztos a legfontosabbat mondom utoljára, mert mindig az marad meg az emberekben, a legfontosabb az, hogy nagyon figyeljünk az idősekre. Ők az igazi veszélyeztetett korosztály. A fiatalokon sokszor tünetmentesen átmegy ez a fertőzés. Náluk akár végzetes is lehet. Vigyázzunk nagyszüleinkre, dédszüleinkre, a szomszédban lakó idős bácsira, nénire. Ha egyedül vannak, akkor az önkormányzatok által megszervezett segítségláncba, akár önkéntesként vegyünk részt. Ez az elsődleges cél, hogy minden életet megóvjunk, amit lehet egy ilyen világjárvány közepette.